Most még fürdőzőkkel teli dombori vize, de már ezen a Hold-Duna szakaszon is komoly problémát jelent a víz rohamos mértékű apadása. A hiányzó mennyiség pótlására keresett megoldást a Dunaág 7139 Egyesület, akik júliusban egy gyűjtést indítottak, hogy a betápláláshoz szükséges mobil szivattyú üzemeltetéséhez a pénzt összeszedjék. Az akció sikeresnek bizonyult, ám újabb akadály gördült a holtágmentés útjába. Sajnos az országban más helyen is óriási katasztrófák sújtják a vizeket. Jelenleg a szivattyúk, azok a velencei tavon működnek a vízmű részéről, illetve a Paksi atomerőműnek ugye a leállása, illetve az alacsony Duna szintje miatt ott is készenlétben vannak a vízügyi szakemberek, ezért sajnos csúszni fog maga a vízbepótlásnak a kivitelezése. A majdnem egy méteres vízhiány pótlását tavaszra tervezik, de ez is csak átmeneti megoldást nyújtana. A hosszú távú cél, hogy a holtágat folyamatosan ellássák vízzel. Erre ajánlott megoldást Horváth István országgyűlési képviselő, akinek az ötlete nem csak dombori üdülőtelep helyzetén javítana. Napelemes rendszert alakítanának ki a szivattyúknak, illetve víz kivételezési víztározók létesítését is tervezik a mezőgazdasági területeken, úgyhogy a mezőgazdaságot és a mezőgazdászoknak a bevonásával fog megtörténni a vízrehabilitáció a Tolnai, a Faddi, a Bogyiszlai és a Sión is. A fenntarthatóság a legfontosabb szempont, ezt kell szem előtt tartani, hogy hosszú távon tudjon működni a vízmegtartás a térség holtágaiban.